Támogatja a kormány, vagy bünteti Pécset? Ez a kérdés újra előkerült a keddi közgyűlésen. Mint ismert, a városvezető baloldali szövetség szerint bünteti. Azonban a tavalyi költségvetés utolsó módosítása kapcsán ennek az ellenkezője derült ki a számokból, mondja a polgári oldal képviselője. Azt kértük számon a tavaly évi költségvetés utolsó módosításánál, amire azt kell tudni, az lényegében már a valósághoz igazítja ugye a költségvetést, ami megtörtént már. Azt kértük számon, hogy miért folytatják a hisztériakeltést a polgármester például az aláírásgyűjtéssel. Ugye próbálják elhinteni a város polgárai fejében, hogy az állam nem támogatja a Pécsieket. Ez egyszerűen nem igaz. Kővári János a költségvetésből idézte fel a támogatás összegét az ülésen. 18 milliárd forint támogatást adott tavaly az állam csak a működéshez, a város működéséhez. Ebben a kulturális cégek éppen úgy benne vannak, mint a szociális intézmények működése, vagy az óvodák, bölcsödék működtetése. És több mint 10 milliárdot fejlesztési forrásként is adott az elmúlt évben az állam. Tehát ezt a hisztériakeltést abba kellene hagyni, ezt jeleztük, és 2,5 évvel a választás után, ugyanúgy, mint Szegeden vagy Miskolcon, ahol szintén ellenzéki városvezetés van, itt is el kellene kezdeni dolgozni. Ehelyett csak hisztériát keltenek, mert úgy tűnik alkalmatlanuk a munkára, ezzel zárta a politikus. Mint ismerte, a pécsi polgármester aláírásgyűjtésbe kezdett a városban, hogy így tiltakozzon a szerinte elvonásokkal büntető kormányzati döntések ellen.